Bence stokholmi úton a legnyomorúságosabb... Nem ócskán, legszámalmasabb pontján. Megütöltek a természet törvényei. Ezért bőlem. Asszonyom! A történet helyszíne egy gazdaságilag az összeomlás szélén álló kisváros, Güllen. A helyiek Claire Zahanassian, a jótékonyságáról ismert milliárdos nő támogatásában reménykednek, aki 40 év után ellátogat szülővárosába. Felcsillan a remény, hogy majd ő megmenti a várost, de ennek van egy feltétele. Dürrenmatt drámája groteszk humorral idézi meg azt a világot, amelyben a személyes bosszú bekövetkezhet. Ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen tézis dráma. Inkább egy képlet, mint egy történet elmesélése. És érinti a mikro közösségektől egészen a társadalmi dimenzióig, hogy hogyan tudjuk elárulni egymást, hogyan tudjuk becsapni egymást, hogyan törik meg bennünk az a morális tartás, ami szerint kellene élni. Keresztes Attila már több éve dolgozik a Nyíregyházi Társulattal. Olyan rendezések fűződnek a nevéhez, mint a János Király, az Emília Galotti és a Kurázsi Mama. Az erdélyi rendező nagyon szeret Nyíregyházán alkotni. Összeszoktunk már minden egymás gesztusát már ismerjük, modorát, munkamódszerét, úgyhogy hazajárok már. Az öreg hölgy szerepét Szabó Márta, Alfred Illét pedig vendégként Kaszás Mihály alakítja az előadásban.